Beruházások Kemecsén, átadták az új városháza épületét, az ünnepségen Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, több mint 800 millió forint kormányzati támogatást kap Kemecseváros önkormányzata egy sportcsarnok és egy járási hivatal építésére. Őszi felülvizsgálat, valamennyi vízügyi védmű rendszer kiváló állapotban van, azonban az aszály még okozhat problémákat. A csatornák közel 70%-a teljesen száraz, 5 térségi tározó pedig üres. Megkezdődött a dohányfeldolgozás, több mint egy negyedével kevesebb dohány termett idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az előző évekhez képest. Összesen több mint 800 millió forint kormányzati támogatást kap Kemecseváros önkormányzata egy sportcsarnok és egy járási hivatal építésére. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A várható fejlesztésekről Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kemecsei új városháza átadási ünnepségén. A rendezvényen elhangzott, az új 700 négyzetméteres városháza épületét uniós forrásból alakították ki. A kormány támogatás politikájának kiemelkedő része, hogy javítsa a vidéki életszínvonalat, különböző beruházásokkal és munkahelyteremtéssel, közölte Lázár János a Kemecsei Városháza átadó ünnepségén. Beszédében az is elhangzott, a Kemecsei Járási Hivatal építését 260 millió forinttal támogatja majd a kormány, valamint egy új sportcsarnok kialakításához 600 millió forintot biztosítanak a városnak. A miniszter kérdésünkre úgy nyilatkozott, a kormány nagy lehetőségeket lát ebben a régióban, főleg Kárpátalja közelsége és a kétoldalú kapcsolatok miatt. Az, hogy Kemecse először város lett, majd utána a várossá válás érdekében jó néhány fejlődési lépést megtett és fejlesztés indult, ezt én kifejezetten fontos és támogatandó dolognak tartom. Kétségtelen, hogy a polgármester úrnak igyekszem jó szövetségese lenni, és nagyon jó politikai harcostársnak tekintem, barátnak tekintem, de ez nem elég a támogatáshoz önmagában. Az itteni kezdeményezések kellenek. Most egy sportcsarnokkal találtak meg, és még számos kezdeményezés van, az iskola korszerűsítése például, ami kiemelten támogatott cél, épül egy tanúszoda, ami Sesták miniszter úr minisztérium által kerül megvalósításra. Kemecse, mint járásközpont fejlesztések előtt áll még, hiszen minden járásközpontot Magyarországon fel szeretnénk fejleszteni. Kemecsén 2010 és 2014 között több mint 2,5 milliárd forintnyi beruházás valósult meg, de jelenleg is tartanak a fejlesztések, közölte Sesták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter. A Kemecsei Arany János Általános Iskola energiahatékonysági fejlesztése is zajlik, ennek 138 millió forintos fejlesztési forrást kerül itt felhasználásra, 100%-os intenzitással. Ezen kívül egy műfűves labdarúgópálya építése is kezdődik, 68 millió forint összegben, ebből 54 millió forint a támogatást. Jelenthetem, hogy a járási tanúszoda építése is lassan elkezdődik, a közbeszerzés folyamatban van. Az új járási hivatal épület engedélyezése szintén folyamatban van. Minisztertársammal itt meggyőződhetünk arra, hogy a helyszín az alkalmas lesz arra, hogy a járási hivatal itt felépüljön. A település 10 éve vált várossá, 2010 óta pedig több pályázatot is benyújtottak az új városháza kialakítására. Végül tavaly 361 millió forintot nyertek az építkezésre, így egy teljesen új 700 négyzetméter alapterületű intézményt tudtak kialakítani. A korszerű városháza ezentúl lehetővé teszi az egyszerű és gyors ügyintézést. Erre az épületre nagyon nagy igény volt, hiszen 200 évvel ezelőtt, az 1800-as évek elején építettünk valamikor hivatalt, akkor a lakosság számunk nem érte el a 2000-et. 1876-ban lettünk járási székhely, amikor járási székhelyé váltunk, akkor is körülbelül 2500 fő lakott a településen, akkor egy kicsit toldozva, bővítve lett ez az épület, és hát most már település lakosság száma meghaladja az 5000-et. Maga az épület nem volt alkalmas arra, hiszen az akkori kor kihívásainak megfelelően épült, már nem volt alkalmas, hogy a hivatal funkcióit ellássa. A Kemecsei Városháza nem csak a helyi lakosok, a környező településeken élők ügyeit is intézi 2013. január 1-től. Az új épületbe holnap kezdődik az átköltözés, az ügyintézés pedig november 16-án, jövő hét hétfőtől indul.
Valamennyi védmű rendszer kiváló állapotban van, derült ki a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság őszi felülvizsgálatából. Az igazgatóság vezetője arról is szólt a szemlét kiértékelő szakmai találkozón, nagy problémát okozhat még mindig az aszály. A csatornák közel 70%-a teljesen száraz, 5 térségi tározó pedig üres. A Felső-Tisza vidéki igazgatóság a vonatkozó rendeleteknek megfelelően a korábbi évekhez hasonlóan idén is megtartotta védműveinek őszi felülvizsgálatát. A több hétig tartó szemlét a közelmúltban zárták és most értékelték. Bodnár Gáspár, az igazgatóság vezetője kiemelte, a gátak, töltések, műtárgyak, valamint a szivattyú telepek és víztározók állapotát és felkészítettségét figyelték. Azt tapasztaltuk, hogy valamennyi védelmi rendszer kiválóan fel van készítve, a helyszíni munkatársaink kiválóan teljesítettek. Köszönhető ez annak a kiszámítható közfoglalkoztatási programnak, amelynek keretében 2000 embert foglalkoztatunk folyamatosan egész évben ezeknek a létesítményeknek a karbantartására. A felsőszabolcsi szakaszmérnökségnél is karban tudták tartani a védműveket, a térségben az elmúlt időszakban fejlesztettek is. A felsőszabolcsi belvízrendszerből gravitációs vízkivezetés lehetősége nincsen, csak szivattyús kivezetés van, és ennek keretében, illetve ennek támogatásaképpen az elmúlt években 2 jelentős projekt is lebonyolításra került ezen létesítmények rekonstrukciójára vonatkozóan. Ennek során megteremtettük azt a lehetőséget is, mint ahogy az előbb említettem, hogy gravitációs vízkivezetés lehetősége nincsen, viszont ez lehetővé teszi azt, hogy a Tiszából vízpótlást lehessen biztosítani a belfőrendszerbe. A lehetőséggel élni is kellett, 3 hónapon keresztül több mint 1 millió köbméter víz visszavezetésére nyílt lehetőség. Az aszályos időszak azonban nem csak Felső-Szabolcsban, hanem valamennyi területen gondot jelent. Tározóink egy része kiszáradt, 5 tározó teljesen üresen van, csatornáinknak egy jelentős része, 70%-a teljesen száraz, tehát készülnünk kell a vizek többletének a kezelésére, mert itt bármikor akár rendkívüli árvizek is kialakulhatnak, készülnünk kell arra, hogyha kevés víz lesz, ha nem lesz hófelhalmozódás és hóolvadásból vízkészlet, akkor nagyon súlyos gondok lehetnek a jövőben. Az öntözéshez szükséges vizeket biztosítani kell, ám a talajvízszintek is nagyon mélyen vannak. Erről a problémáról is értekeztek a vízügyi igazgatóság szakemberei Nyíregyházán. Több mint 1/4 évvel kevesebb dohány termett idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az előző évekhez képest. De a nyári aszályos időjárás miatt a minőség és a mennyiség is az átlagostól alacsonyabb lett. A nyíregyházi dohánygyárban várhatóan március elejére fejeződik be a teljes idei termés feldolgozása. November elején megkezdődött a dohány üzemi feldolgozása a nyíregyházi gyárban. Idén a korábbi évekhez képest kevesebb, mint egy 700 gazdával kötött termelői szerződést az ULT Magyarország ZRT. A 4000 hektárnyi termőterület a támogatási bizonytalanság miatt 2-300 hektárral lett kevesebb idén az előző évek szerződött területeihez képest. Sajnálatos módon az ez évi rendkívül kedvezetlen időjárás az negatívan hatott a dohánytermésre is. Jelenleg úgy gondoljuk a becslésünk alapján, hogy Virginiában 4200 tonna dohánynak a felvásárlását fogjuk ebben az évben befejezni, és a bőri dohányokról pedig kb. 1700. Ja, tavaly évhez képest ez egy 25-28%-kal kevesebb volument jelent mind a két dohányfajta esetében. A rendkívül kedvezetlen időjárás a minőségre is rányomta a bélyeget, azt kell mondani, hogy egy gyenge termés minőséggel számolhatunk, előző évekhez képest mindenképp. A Virginia típusú dohány felvásárlása már majdnem teljes egészében befejeződött, a Burley dohányt december közepétől vagy január elejétől kezdik el szállítani az üzembe. November 3-ával kezdtük el az év termési Virginia dohányoknak a feldolgozását. Van egy meghatározó vevőnk az Imperial, neki próbagyártást csináltunk november 4-én, és ezt követően lett elindítva a teljes feldolgozás. Naponta 10 órás műszakban dolgozunk, és heti 6 napban. Itt terveink szerint ez a kis mennyiség, vagy kevés mennyiség valószínűleg december 23-áig, tehát a karácsony előttig teljes mértékben feldolgozásra kerül. Ezt követően leállunk, lesz egy átállás, takarítás, tisztítás, és reményeim szerint valahol február első hetében indítjuk
újra a feldolgozó sort a bőli dohányok feldolgozásával, és valahol a február vége, március első hetében a teljes termés feldolgozása kerül. Bittner Imre hozzátette, a támogatási rendszerek kialakulása után várhatóan a jövő évben is hasonló mennyiségű termőterületekkel kötnek majd szerződést. Elmondása szerint a magyar dohány iránti kereslet a világpiacra jellemző összfogyasztáshoz hasonlóan csökken, valamint az eladatlan készletek növekedése miatt az értékesítési ár is egyre alacsonyabb. Fokozott közlekedésrendészeti és úgynevezett mélységi migrációs ellenőrzést tartott ma a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság az M3-as autópályán. A rendőrök a Kántor Jánosi pihenőhelynél minden járművet letereltek az útszakaszról, többek között a személyes okmányokat és a járművek műszaki állapotát ellenőrizték. Külföldiek esetében a magyarországi jogszerű tartózkodást vizsgáljuk, és jelen pillanatban is tart még az országos látni és látszani kampány. Az azt jelenti, hogy azok a járművezetők, akik korábban regisztráltak és az ingyenes ellenőrzésben részt vettek, azoknak a járművét egy egyszerűsítettebb ellenőrzésnek vetjük alá, tehát jóval hamarabb tudnak végezni ebben az ellenőrzésben, de ahogy mögöttem láttuk is, ez a jármű is néhány perccel ezelőtt állt be, egy pár perc alatt végzünk az ellenőrzéssel, hogyha minden rendben van. Természetesen, hogyha nincsen rendben, olyankor a rendőrök a megfelelő differenciáltság mellett a szankciót is alkalmazzák. Nyírbogáton és Kislétán összesen több mint 30 km szennyvízvezeték és több mint 20 átemelő épült ki az elmúlt évben. A beruházásról a folytatásban előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. 17 arany, 20 ezüst és 3 bronzérmet szereztek az újfehértói kempósok az első alkalommal megrendezett Izsó Mihály emlékversenyen. A sportágat Újfehértón meghonosító edzőről elnevezett viadalon a csapatversenyt a Romániából érkező Aladdin Hero Team nyerte. Idén már 11. alkalommal rendezik meg a teremlabdarúgó tornát Nyíregyházán. A sporteseményt 2016. január 8-ától 10-ig tartják, nevezni december 24-ig lehet. Nyírbogáton és Kislétán összesen több mint 30 km szennyvízvezeték és több mint 20 átemelő épült ki az elmúlt évben. A két település között egy új szennyvíztelepet is kialakítottak, amely befogadja és kezeli a már meglévő 1673 lakossági bekötést. A választókerület 32 települése közül ezzel már 14-ben épült ki a szennyvízhálózat. Egy régen dédelgetett álma vált valóra Kislétának és Nyírbogátnak azzal, hogy az évtizedes problémát okozó szennyvíz kérdés megoldódott egy közel 2,1 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően. Jelenleg az üzemeltető mindkét településen elkezdte a munkát, és már működik a 100%-os állami támogatással létrejövő közműszolgáltatás. Nyírbogáton 22 km hosszúságú a szennyvízhálózat, emlékeim szerint 12 átemelő egység van, Kislétán pontosan ennek a fele, egy 10-11 km hosszúságú hálózat működik, úgyhogy ez egy igen jó sikerült munka véleményem szerint. Én néztem menet közben az építkezésen a szakemberek munkáját, én meg vagyok elégedve, de nem hallok nagyon nagy problémát más települési lakostól sem. Én itt élek Nyírbogáton, úgyhogy közelről láttam, hogy folytak a munkák. Magas színvonalon precízen dolgoztak a kivitelezők. A lakosságnak bekötésenként mindössze egy 5000 forintos jelképes összeget kellett fizetnie a hálózatra csatlakozáshoz. Azért is nagyon örülök, hogy sikerült a települések jó részében, így Nyírbátor térségében, ugye Nyírgyulajon, Piricsén, Nyírbélteken, Encsencsen, Nyírvasváriban, és lényegében 100%-os állami támogatással a szennyvíz beruházást megoldani. Én ezt egy nagyon nagy eredménynek tartom, és számomra egyértelműen bizonyítja azt, hogy a Fidesz-KDNP kormány a magyar vidék mellett van, mert addig
alakították, és a pályázati rendszereket addig írták ki, amíg ezt el nem tudtuk érni. A projekt Nyírbogáton és Kislétán is befejeződött, már csak az utómunkálatok zajlanak. A társulás elnöke elmondta, azt szeretnék, ha a mostani 75%-os bekötési arány mindenképpen növekedne. Tizenhét arany, 20 ezüst és 3 bronzérmet szereztek az újfehértói kempósok az első alkalommal megrendezett Izsó Mihály emlékversenyen. A sportágat Újfehértón meghonosító edzőről elnevezett viadalon a csapatversenyt a Romániából érkező Aladdin Hero Team nyerte, a Jászárokszállási Firewolf küzdősportklub és a Hazaiak együttes előtt. 16 csapat, 112 versenyzője lépett a küzdőtérre az újfehértói sportcsarnokban az első alkalommal megrendezett Izsó Mihály emlékversenyen. A sportágat a városban meghonosító edző 2 évvel ezelőtt hunyt el, és a helyi egyesület vezetői már akkor elhatározták, hogy egy kempóversennyel tisztelegnek majd emléke előtt. A saját klubunkból 16 versenyző van most itt. Amúgy ilyen edzésre 20-25 versenyző szokott járni, és hát ugye vannak kezdők, és tehát ezt a 16-ot, ezeket már mertük itt elindítani, ők köztük is van kezdő, de reméljük, hogy helyt fognak állni ezzel a versenyen. Magyarországon 25 klubban mintegy 4000-en kempúznak. A szövetség elnöke szerint a sportág képviselői több harcművészeti ágban is megmérettetik magukat. A mi versenyünk azok nyílt versenyek, mert ugye nálunk annyira összetett, ami az előnyünk egyben a hátrányunk is ugye az átlagember számára, hogy mi nagyon szerteágazóan szoktunk versenyezni. Tehát nekünk egy judó verseny, egy ökölvívó verseny, egy Thai box verseny, egy K1 verseny, az mind benne van a repertoárunkban, és a mi versenyeinkre nagy szeretettel várjuk a külsős szervezeteket, a külsős küzdősportokat is, mert itt igazából össze tudjuk mérni a technikai tudásunkat és a felkészültségünket. A Hazaiak világbajnoka Pásztor Ádám kettős szerepben versenyzőként és edzőként vett részt a versenyen. Mi újfehértóiak, kicsiket is indultunk, akik első versenyen vagyunk. Ezeknek a kicsiknek nagyon kell, hogy ott legyünk, bíztatjuk őket, meg szurkolunk nekik, mondjuk az instrukciókat, hogy mit hogyan csináljanak, mert még nem voltak ilyenen. De versenyzőknek is kemény, mert egész nap azért itt, akik utolsó versenyen neveztek, akik később vannak, egész nap itt izgulnak, úgyhogy kemény mindkettő. Az újfehértóiak összesen 17 arany, 20 ezüst és 3 bronzérmet szereztek, ezzel a csapatversenyben a 3. helyen végeztek a romániai Aladdin Hero Team és a Jászárokszállási Firewolf küzdősportklub előtt. A legeredményesebb hazai versenyzőnek Szabó Tibor Benedek bizonyult 4 aranyéremmel. Idén már 11. alkalommal rendezik meg a teremlabdarúgó tornát Nyíregyházán. A sporteseményt 2016. január 8-ától 10-ig tartják, nevezni december 24-ig lehet. Összesen 36 foci csapat jelentkezhet, a torna végén a győztesek között összesen 500.000 forint pénzjutalmat osztanak ki, de lesz külön díj legjobb kapus és legjobb játékos kategóriákban is. A szervezők a tornáról tartott tájékoztatón elmondták, rövid idő alatt már 16 csapat jelezte részvételi szándékát, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több megyéből érkeznek a játékosok. Maga a torna a jövő év január 8-9-10-én lesz. Új helyszínen, a Bújtosi Szabadidő csarnokban megkezdett felújítási munkálatok miatt a Filó csarnokban helyeztük át. Az ország minden tájáról érkeztek eddig nevezések, és még várunk is, hiszen az elmúlt évek tapasztalat alapján ez nem csak helyi, hanem már regionális, sőt országos szintű hírnevet is szerzett magának ez a torna. Elmúlt években is nagyon színvonalas játékot, küzdelmet hozott ez a torna, idén is bízhatunk ebben. Mindenkit várunk, akár csapatot, akár nézőt is. Éradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Összesen több mint 800 millió forint kormányzati támogatást kap Kemecseváros önkormányzata egy sportcsarnok és egy járási hivatal építésére. A várható fejlesztésekről Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kemecsei új városháza átadási ünnepségén. A rendezvényen elhangzott, az új 700 négyzetméteres városháza épületét uniós forrásból alakították ki. Valamennyi védműrendszer kiváló állapotban van, derült ki a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság őszi felülvizsgálatából.
Az igazgatóság vezetője arról is szólt a szemlét kiértékelő szakmai találkozón, nagy problémát okozhat még mindig az aszály. A csatornák közel 70%-a teljesen száraz, 5 térségi tározó pedig üres. Több mint egy negyedével kevesebb dohány termett idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az előző évekhez képest. A nyári aszályos időjárás miatt a minőség és a mennyiség is az átlagostól alacsonyabb lett. A nyíregyházi dohánygyárban várhatóan március elejére fejeződik be a teljes idei termés feldolgozása. A Kölcsei Televízió iradóját látták szerdán. A legfrissebbekkel csütörtökön este jelentkezünk, addig is híreinket megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, egy szubtrópusi eredetű anticiklon időjárásunk meghatározója, amely az év ezen időszakához képest szokatlanul meleg időt biztosít a Kárpát-medencében. Éjjel kezdetben felhős idő valószínű, helyenként záporok is kialakulnak, majd éjszakára mindenütt csökken a felhőzet, és ekkor már nem valószínű csapadék, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6-7 fok körül alakul. Holnap napközben az éjszaka képződött köd néhol csak lassan oszlik fel, errefelé tartósan párás lehet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan párás helyeken 12-15 fok között alakul, fronthatás nincsen térségünkben. A hét hátralévő részében változatos képet mutat térségünk időjárása, pénteken az ország nagy részén a gyengülő légmozgás hatására tartósabb kötfoltokra és emiatt hűvösebb időre számíthatunk. Szombaton egy hideg front megy el felettünk megerősödő széllel, felhő átvonulásokkal és átmeneti záporokkal, majd vasárnap az átmeneti csökkenés után észak felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső is lehet. A hétvégi hidegebb időt követően a jövő hét elején ismét tavaszias enyhességre számíthatunk. Szent Márton napján vágták a tömött libát, aki Márton napon libát nem eszik, egész évben éhezik. A liba csontjából pedig az időjárásra jósoltak, ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, viszont ha barna és rövid, akkor sáros lesz. Az e-napi időkből is jósoltak, ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható. A következő regula is ismert volt, ha Márton napján a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.